Túl vagyunk már az év végi ünnepek nagy étkezésein, túlevésein. Ideje elkezdeni sportolni, mozogni, az izmainkat újra munkába lendíteni. Hogy hogyan tegyük mindezt, segítséget nyújthat egy személyi edző. Az egyik legfontosabb dolog azt gondolom mindenképpen a fokozatosság. Ha eddig nem sportoltunk semmit, akkor most ne akarjunk heti ötször jönni edzeni, hiszen hát az nem fog menni. Kettő pedig, amit én szoktam még látni nagy hibának, hogy nagyon nagy intenzitással lehet, hogy mondjuk azt meg tudja csinálni valaki, hogy heti négyszer eljön, és ez nagyon jó, viszont nagyon nagy intenzitással kezd neki. Lehet, hogy egyszerűbb gyalogolni 20-30 percet, mint mondjuk nekiállni futni 30-40 percet, mert az nem fog menni, az nem fog, ha eddig azt nem csináltam, nem fog menni. Zárójel, szerintem meg kell tanulni futni is, ezt kevesen foglalkoznak ezzel. A másik pedig, ami fontos, hogy hát valószínűleg helytelenül választjuk meg a súlyokat is. Bletcher Ádám hozzátette, a gyakorlatot is sokszor helytelenül választhatjuk meg. Ezeken kívül fontos a reális célkitűzés. Legyen egy terv, hogy fokozatosan mikorra szeretnénk mennyi kilót lefogyni. Ha valaki nem edzőteremben szeretne sportolni, akkor a nyitott tornatermek is lehetőséget nyújtanak a mozgásra. Székesfehérváron január 8-ától ismét várják az iskolák a mozogni vágyókat. Székesfehérváron 20 helyszínen 18 féle sportolási lehetőséget lehet kipróbálni. Várjuk az érdeklődőket minden egyes tornaterembe. A www.szekesfehérvár.hu önkormányzat oldalán a nyitott tornatermi résznél részletesen is megtalálják a fehérváriak a sportolási lehetőségeket, ami díjmentes. Magony Tamás hozzátette, nyugdíjas tornára és a női konditornára polifóm szivacszőnyeget vinni kell, és mindenki tiszta talpú sportcipőben érkezzen a helyszínekre. Ha valaki a szabadban tölteni el edzéssel az idejét, akkor megteheti Nordic Walking foglalkozásokon. Erősíti az egész szervezetet, légzéstől elkezdve, az izomzatot, a karokat, vállakat, csuklyás izmot, gerinctartó izmokat, és egy bizonyos erőllétet ad az emberkéknek, hogyha rendszeresen csinálják. Szerencsékre, amikor elvégezték, végzik a Nordic Walking oktatók ezt a tanfolyamot, akkor botokat azonnal be tudunk szerezni, és így a beszervezetteknek, illetve a résztvevőknek ingyen tudunk biztosítani botot, az első időszakokban. A Fejér megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében a palotavárosi tavak körül szerdai napokon 15 és 18 órától indulnak ingyenes egyórás Nordic Walking túrák az István Király általános iskola főbejáratától, és az Öreghegyi Közösségi Ház környékén is várják a sétálni vágyókat. Ezeket a foglalkozásokat Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója emlékére szervezik meg január 8-ától, február 26-áig hétfői napokon 16 órától, március 4-től április 29-éig, szintén hétfőnként 17 órától.